Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sokon kívül szót kér Répási Róbert államtitkár úr. Igen, elnézést kérek a felszólalásra jelentkező képviselőtársaimtól, de Várándi Gergely képviselő nagyjából azokat az érveit mondta el, amit az Alkotmányügyi Bizottságon, és ott nem volt már módom rá, hogy reagáljak. És ugye három fő alkotmányossági kifogást sorolt fel Várándi képviselő, hogyha megfigyeltem. Az egyik maga a javaslat koncepcionális eleme, mely szerint az ügyészség határozhatja meg azt, hogy hol emel vádat. A második ilyen kifogása volt a védőjogoknak a korlátozása, és a harmadik pedig a poligráfos vizsgálat kiterjesztése a tanúra. Kezdjük ez utóbbival, és csak alkotmányossági szempontból nézve. Ugye ön is mondta a felszólásában, hogy vannak olyan országok, biztos ország az Európai Unióban is, ahol például kötelező a poligráfos vizsgálatnak alávetnie magát mondjuk a tanúnak vagy a gyanúsítottnak. Tehát ezt csak azért mondom, hogy lehet, hogy nálunk ez alkotmányosan aggályos, ezt talán nem is vitatom, de az, hogy erre ne lenne példa az európai országokban, az szögezzük le, hogy ez nem állja meg a helyét ez az állítás. Mint ahogyan ugyanez a helyzet egyébként a védőtől való elzárásra is, vagy védőtől való távoltartásra is, Belgiumban és Franciaországban létezik ez az intézmény, ott is vitatott intézmény, hozzáteszem, de létezik az intézmény, hogy 24 órára, vagy akár hosszabb időre is az eljárás első szakaszában nem lehet a védővel érintkezni. Ez is azt mutatja, hogy ami nálunk elképzelhetetlennek tűnik, az más országokban akár bevett gyakorlat is lehet, és ettől még mondjuk az európai jogállamok sorából nem zárták ki őket. És a harmadik pedig, ami a ügyészi vádemelést illeti, hát én mondtam el példaként a felszólalásomban, hogy az általános illetékességi szabályoknak az áttörése már március 1-től egy létező szabály. A bíróság dönthet úgy, hogy áthelyezi az ügyet, annak ellenére egyébként, hogy ahogyan elmondta, hogy a törvényes bíróhoz való jog nyilván ebben az esetben is megáll, de mégis a bíróság áthelyezheti az ügyet. Ezt a javaslatot fogadta az országgyűlés, és azt gondolom, hogy ez a javaslat, mondtam az OIT javaslatára, tehát a bíróságok úgy ítélték meg, hogy ez nem jelent garanciális csorbulást az eljárásokban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 percre Bágándi Gergely képviselőt illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országos tisztelt államtitkár úr. Engedje meg, hogy két dologra válaszoljak. Az egyik, hogy igen, biztos vannak olyan országok, én Európában egyébként nem tudok olyanról, de ez lehet, hogy az én műveltségemnek a hiánya, ahol kötelező lenne a poligráfos vizsgálat. Én az Egyesült Államokról hallottam, ahol egyes államokban ez így van. De ez persze nem zárja ki, hogy önnek legyen igaza. Azt tudom mondani, hogy ennek ellenére azért a magyar alkotmány és a magyar későbbi alaptörvény rendelkezéseit kéne és illene szem előtt tartani. Tehát ha a magyar alkotmány ezt nem teszi lehetővé, akkor nem kéne bevezetni, vagy előtte alkotmánymódosítást kell javasolni az országgyűlésnek. Ugyanezt tudom mondani a 48 órás őrizetre, vagy a 48 órás, az őrizet tartama alatt ugye a 48 órás szabályra, ami szerint a védővel ez idő alatt nem találkozhat. Lehet, hogy ezt Belgium alkotmánya lehetővé teszi. Én akkor sem tudok vele egyetérteni, de ez az én szubjektív véleményem, és az én büntetőjogi felfogásom, vagy büntetőpolitikai felfogásom. De hogyha a magyar alkotmány rendelkezése kifejezetten ellentétes ezzel, akkor akár van ilyen európai példa, akár nincs Magyarországon, ezt bevezetni nem lehet. A másik megjegyzésem pedig az lenne, hogy óriási különbség van a között, hogy a bíróság dönt az általános hatásköri szabályok és vagy általános illetékességi szabályok megváltoztatásáról eseti ügyekben, és egész más, ha az ügyészség teszi ezt. Ugyanis a bíróság az e döntésében is független, a bíróságnak semmilyen érdeke nem fűződik ahhoz, hogy az ügy milyen módon dől el. A bíróság, vagy a bíróságon az ügyész, az a tárgyalási szakaszban ügyfél. És nem szerencsés, hogyha az egyik
idézőjelbe teszem, ügyfél, meghatározhatja, hogy ő az eljárást hol kívánja lefolytatni. Tehát egy, ami a lényeg, nagyon nem mindegy, hogy a
bíróság, vagy az ügyészség dönt arról, hogy az általános illetékeségi szabályoktól el lehessen térni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő hozzászóló Dorosz Dávid, LMP-s képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, üdvözlöm a rajtam kívül a vitában helyet foglaló három képviselőtársamon. Hát ezzel a ma, illetve tegnap beterjesztett törvényjavaslattal csak három baj van. Ami benne van, ami nincs benne, illetve ahogy bekerült a ház elé. Kezdjük ezzel az utóbbival. Egyrésztről ez az önök, vagy hát fogalmazunk úgy, hogy a narancsuralom elmúlt egy éves jogalkotási álmok futásának újabb gyönyörű mélypontja és sajnálatos mélypontja. Egyrésztről szeretném azt megtudni, hogy mi indokolta azt, hogy ezt ilyen kifejezett sürgősséggel lényegében tegnap benyújtva, ma hajnalban tárgyalva kell elfogadnunk, így ilyen rövid idő áll rendelkezésre az ellenzéki pártoknak, illetve bármilyen társadalmi szervezetnek ennek a véleményezéséhez. Ugye itt nagyon sok hivatali bűncselekmény szerepel a kiemelt ügyek kategóriájába. Tudomása van esetleg az ügyészségnek vagy a kormánynak arról, hogy jelentős mértékben várható ilyen ügyeknek a tárgyalása, illetve ilyen ügyekben nyomozás, mert ha igen, akkor ez szerintem van olyan súlyú, hogy mind a Magyar Országgyűlés, mind pedig az egész ország közvéleménye erről tudjon. Ha pedig ilyen ügyeknek a megszaporodására nem tudunk, akkor még egyszer áll a kérdés, hogy mi indokolja azt, hogy lényegében 24 óra alatt ezt átdarálják az országgyűlésen, még akkor is, ha önök a nagy lelkűségüktől már nem is tudok szóhoz jutni, hogy lényegében még hagytak néhány napot, hogy módosító indítványokat nyújthassunk be ehhez. Ez nem változtat azon a tényen, hogy lényegében egy óra állt rendelkezésre a bizottságban. A bizottságban a fideszes képviselők állát is úgy kellett felmosni a padlóról, mert annyira leesett, mert ők is akkor látták először ezt az indítványt a bizottságban. Szóval szeretném még egyszer kérdezni, hogy ez mi indokolja. Szeretném azt kérdezni, hogy készült-e ez esetleg hatástanulmány. Picit furcsán érzem magamat, hiszen nem tudom, hogy kihez intézhetném ezeket a kérdéseket, jól láthatóan, és ezt köszönöm, hogy egyértelművé tette az államtitkár úr, a kormányhoz nem. Hallani itt az ügyészségről, akkor szeretném kérdezni, hogy az Alkotmányügyi Bizottság mostantól a Magyar Köztársaság ügyészségének kifutó fiúja szerepét fogja betölteni, hogy lényegében közvetíteni fog és be fogja hozni az ő javaslatait a Magyarország gyűlés elé. Minden esetre szeretném kérdezni, hogy kivel volt az egyeztetve, készültek-e hatástanulmányok, a társadalmi egyeztetés különböző lépcsői megtörténtek-e, kivel lett és hogyan egyeztetve. Ez lenne a módszer, ahogy ez bejött, ez sajnos mindenféle szempontból botrányos, és a magyar parlamentizmus több száz éves hagyományai semmilyen szinten nem veszi figyelembe, és felrúgja azt. Beszéljünk akkor a tartalomról. Önök nagyon szívesen beszélnek a keleti szélről, és a keleti szél fújja vitorláinkat. Hát itt sajnos déli szél van, mert a közép-afrikai banánköztársaságoknak a szelét érezzük ebben. Egyes rendelkezései kifejezetten olyan szintre viszik le a magyar büntetőeljárást, amely a Burundi köztársaság büntetőeljárás jogának a színvonalára fogja levinni. Ilyen például azok a 48 órás védőtől való elzárás, a 120 órás őrizet, illetve az, hogy az ügyészség lényegében szeret-nem-szeret játékot játszhat majd mostantól a bíróságokkal, és oda viheti az ügyet, ahova szeretné. Ez a három nagyon súlyos pontja a javaslatnak. Egyrészt alkotmányellenes, másrészt sajnálatos módon ütközik az EU alapjogi chartájával, harmadrészt ütközik azzal az irányelvel, amit az Európai Unió ezekben a hetekben és hónapokban dolgoz ki. Tehát amennyiben ezeket elfogadjuk, akkor Magyarország súlyos nemzetközi jogsértést és súlyos nemzetközi kötelezettségvállalásokat fog megsérteni. Továbbá nagyon érdekes ez a kiemelt ügyeknek a meghatározása, hiszen akárki is a beterjesztő biztos, hogy nem követi figyelemmel a Magyarország gyűlés munkáját, hiszen olyan BTK tényállásokat nevez meg, amelyeket épp a mai zárószavazással vezetett ki a büntető törvénykönyvből a ház.
Említem itt a jogosulatlan gazdasági előny megszerzését, az adócsalást, munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalást. Ezeket pont a mai zárószavazással kivezettük a BTK-ból, és helyette bevezettük a költségvetési csalást. Nem tudom, hogy ki ennek a javaslatnak az előterjesztője kiszövegezte, de hogy kontármunkát végzett, és hogy nem követte az elmúlt hetek parlamenti munkáját, az biztos. Tehát ilyen szempontból ez szerintem mind.
mindent elmond a javaslat minőségéről. A másik dolog, hogy ezeket a kiemelt ügyeket ki és hogyan határozta meg, hogy pont ezek a BTK tényállások legyenek azok, amelyekben kiemelt ügyeket kell, kiemelt ügyekként kell kezelni. Én úgy gondolom, hogy például az emberölés és a szexuális bűncselekmények a legsúlyosabb, legembertelenebb és az emberek biztonságát legjobban veszélyeztető bűncselekmények, a legsúlyosabb bűncselekmények. Ezek miért nincsenek benne? Nem tartalmaz a javaslat indoklást arra, hogy miért pont ezek a bűncselekmények, és miért pont ezek a BTK tényállások azok, amelyek kiemelt ügyként vannak kezelve. Erre nagyon nagy örömmel várnánk valamilyen választ, mert ez az alapját és a magját jelenti ennek a javaslatnak. Én nagyon remélem azt, hogy mind a 120 órás őrizet, mind a 48 órás védői elzárás, mármint hogy a védőktől való elzárás, ez egy bluff, és az önök szokásos. Először mondunk egy jó nagyot, hogy attól mindenki megijedjen, majd pedig ezeket kiszedjük a javaslatból, hogy mutassuk, hogy milyen konstruktívak vagyunk, és mennyire befogadjuk az ellenzék módosító indítványai című játékába tartozik. Hangsúlyozni szeretném, hogy ezek a legdurvább alkotmány és nemzetközi jogszabályokat sértő rendelkezései ennek a javaslatnak, de ettől függetlenül a többi része sem elfogadható. Én nagyon remélem, hogy önök tényleg csak azért rakták be ezeket, hogy utána nagykegyesen kivehessék az ellenzéki módosító indítványok hatására, ha nem, akkor még nagyobb a baj, mint ahogy gondoltuk. Egyértelműnek látszik, hogyha az ügyészségen készült ez a javaslat, akkor annak a célzata teljes mértékben kiolvasható a javaslatból, hiszen ez a bíróságok és a védők kárára növeli meg az ügyészségek szerepét, és sokkal nagyobb lehetőségeket és sokkal keményebb eszközöket ad az ügyészség kezébe. Ezzel felbontja és megbontja azt a hagyományos 18. század óta élő jogelvet, amely minden európai jogrendszer alapja, ez pedig a büntető eljárási jogban a fegyveregyenlőség. Hallottunk itt nagyon szép szavakat a korrupció elleni küzdelemről. Természetesen ebben egyetértünk, a korrupció elleni küzdelem a lehet más a politikának kezdetektől fogva a legfontosabb programpontja. Ez irányban több parlamenti határozati javaslatot, törvényjavaslatot nyújtottunk be, ezeket önök mind szó nélkül lesöpörték az asztalról. Ezek után azzal előállni, hogy ez a korrupció elleni harcnak az egyik legfontosabb eszköze, ez enyhén nevetséges. Arra nem is beszél, hogy a korrupció elleni harcot a megelőzésben a legfontosabb elkezdeni, és pont, hogy a nyomozás kezdeti szakaszában a felderítésnél és a felderítés hatékonyságánál kell megteremteni a korrupció elleni harcnak a lehetőségét, és a korrupció elleni harcnak az erősítését, nem pedig az eljárás olyan részében, ahol lényegében ez együtt jár alapjogi normák megsértésével. Az eljárási idő rövidítését is nagyon kiemelten hangsúlyozták a kormánypárti képviselők az elmúlt percekben. Ezt csak azt szeretném hozzátenni, hogy ez megint nagyon cinikusan hangzik egy olyan kormányzat részéről, amely az bírókra vonatkozó új nyugdíjszabályok meghatározásával lényegében több száz bírót küldött egyik pillanatra a másikba nyugdíjba, ezzel pedig azt okozta, hogy több ezer ügyet kellett átszignálni, pont a legsúlyosabb, legösszetettebb, legbonyolultabb gazdasági bűncselekmények tárgyában lévő ügyeket kellett átszignálni, és ezzel semmi más nem értek el, mint azt, hogy több évvel elhúzódtak, és több évvel megnövekedtek ezeknek a bírósági ügyeknek az elintézése. Tehát ezt önök ezek után behoznak egy ilyet, ez tényleg a nemzeti cinizmus rendszerének az újabb bizonyítéka. Összefoglalva, csatlakozni tudok előttem szóló képviselőtársamhoz, hogy ez a javaslat mind tartalmában, mint pedig annak benyújtási módjában teljesen méltatlan a házhoz. Sem ami benne van, sem az rossz, ami benne van, az rossz, ami nincs benne, és az rossz, hogy be lehet nyújtva. Ilyen szempontból semmilyen mértékben a lehet más a politika nem fogja tudni támogatni ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. 2 perccel Répási Róbert államtitkár úrat illeti a szó. Tisztelt ház, nem fog minden felvetésre válaszolni. Csak Dorosz képviselő úrral szeretném felidéztetni az egyetemi tanulmányainkat, mely szerint a büntetés célja a prevenció. Ugye beszélünk generális és speciális prevencióról.
magyarul a büntetés célja a megelőzés. Ön azt mondta, hogy a korrupció elleni küzdelemben a megelőzés nagyon fontos. Igen ám, de van egy probléma az, hogy a megelőzés egyik legjobb módszer az, hogy megbüntetik a korrupt személyeket. Na most ez a javaslat chat 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 chat
arról szól, hogy hogyan jutunk el odáig, hogy megbüntessék a korrupciót elkövetett személyeket. Tehát itt arról van szó, hogy egy törvényes vádról beszélünk, szemben egyébként Bárándi képviselő úr állításával, mely szerint ez koncepciós eljárásokat készíten elő ez az ügy. Törvényes vádról beszélünk, a törvényes vád minden kellékével, tehát megvan a gyanú, megvan a nyomozás során a bizonyítékokat beszerezték, stb. Az ügyész vádat emel, de szemben megint csak Bárándi képviselő állításával azt gondoljuk, hogy a nagyon komoly társadalmi igény van arra, hogy ezekben a kiemelt korrupciós ügyekben, közélet tisztaságát sértő ügyekben igenis gyorsan dolgozzanak a büntetőeljárás szereplői, tehát mind a nyomozóhatóságok, mind az ügyészség, mind pedig az igazságszolgáltatás viszonylag gyorsan jusson el oda, hogy megállapítja a bűnösséget, vagy éppen felmenti, vagy akár már a vádemelést is mellőzi az ügyészség ilyen ügyekben. Tehát igenis fűződik ehhez komoly társadalmi érdek. Az, hogy itt egy speciális eljárás van, ezt én elmondtam már korábban is, hogy szerintem ennek semmilyen akadálya nincsen, különösen alkotmányos akadálya nincsen. Az pedig, hogy ezek a minták egyébként valamifajta közép-afrikai modellt követnének. Nézzen körül az Európai Unióban, hogy hol van például kifejezetten korrupcióellenes bíróság, vagy korrupcióellenes eljárás, és elég sok ilyen ország van, ahol a korrupcióellenes eljárásokat ismeri a büntetőjog. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 percre Dagos Dávid képviselőt illeti a szó. Természetesen, ha megvan a tanú, megvannak a bizonyítékok, és minden a törvényeknek megfelelően zajlott le, akkor mitől is félünk? Miért nem lehet odaengedni 48 óráig a védőt? Akkor egyszerűen oda lehet engedni, és akkor ugyanúgy, ahogy idáig is, a megfelelő védelmet meg kell kapnia a vádlottnak. Ha bűnösnek találtatik a bíróság által, legyen elítélve, töltse le a börtönbüntetését, vagy fizesse meg másképp a másfajta büntetését, amit a bíróság kiszab rá, de egyszerűen, ha azok, és reméljük azok fennállnak azok az esetek, amiket ön elmondott, akkor nincs mitől tartani, akkor a védő legyen jelen, és lássa el a törvényben meghatározott feladatait és lehetőségeit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megkérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni? Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem Cseh Palkovics András képviselőt, illetve nem kérdezem, mert látom, hogy szólni kíván az előterjesztő a bizottság nevében, válaszolni a kíván az elhangzottak. Önni a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselő urak. Norosz képviselő úr, szeretnék egy-két mondatban reagálni a tőlünk délre fekvő Franciaország és Belgium. Ez számomra kicsi furcsa, de hát biztos, hogy a földrajz oktatás az nem volt része az oktatásának, ugyanis ott vannak hasonló jellegű szabályok. Én ezt, ahogy államtitkár úr is finomabban megtette, azért tanulmányozásra ajánlom képviselő úr számára. Ettől még továbbra is tartjuk azt, amit a bizottságülésen mind államtitkár úr elmondott, mind a bizottságülésnek a rezumója is azt gondolom, hogy az volt, és én is itt elmondtam a bevezető gondolataimba, hogy a következő napokban pont ezekre a szabályokra érdemes átgondolni módosító indítványokat, javaslatokat, és ennek megfelelően aztán majd dönteni, nem egy nap alatt, hiszen a döntést egyébként a parlament nem egy nap alatt hozza meg, hiszen most csak az általános vitáról van szó, módosító indítványok benyújtásának határideje péntek, azokról a döntés jövő hét, azutáni héten pedig várhatóan záró szavazás, ez akárhogy is nézem 2 hét és nem egy nap. Ennyit azt gondolom, hogy ennek a korrektségéről is. Mindahogy több olyan kérdés is elhangzott, amire itt államtitkár úr egyértelműen utalt. Az egyes eljárási szakaszokon belül minden eljárási cselekménynél kötelező a védő jelenlét, ugyanis a védelemhez való jog nem azonos a védőre való érintkezés jogával. Itt azért azt gondolom, hogy szintén az európai példák tekintetében érdemes különbséget tenni, de még egyszer kifejezve azt, hogy a módosító indítványokat az Alkotmányügyi Bizottság átgondolva fog tudni döntést hozni adott esetben ezen garanciális kérdések megítéléséről. Abban pedig Bárándi képviselő úrral vitatkozunk, hogy elismerve azt, amit ő állított, hogy a
az állampolgároknak jogos felvetése az, hogy a saját ügyeikben legyenek azok polgári, vagy legyenek azok büntető ügyek, gyorsuljanak fel az eljárások, ebben egyetértek, abban viszont vitatkozom, hogy ne érdekelné őket az, hogy ezeket a kiemelt ügyekben minden hamarabb szülessenek jogerős döntések, nagyon is igénylik, lehet.
a Szocialista Párt fórumain megjelenőket kevésbé, viszont azt gondolom, hogy a társadalom igazságérzetét nagyban befolyásolják azok a kényes ügyek, amelyek fölmerültek, és minél hamarabb jogerős ítéletre várnának. Demokratikus, jogszerű eljárásokban meghozott jogerős ítéletek tekintetében. És nem lehet mindig amögé bújni, hogy egyébként itt hosszú-hosszú eljárási szabályok vannak, egy parlamentnek igenis döntéseket kell hozni annak érdekében, hogy ne 5-8-10 év után szülessenek egyébként ítéletek ezekben a nagy portfelvevő és a nyilvánosság széles rétegeit érintő és érdeklő ügyekben, hanem olyan határidőkön belül, ahol egyáltalán ezeknek a társadalmi megítélése még értékelhető. Erről szól ez a javaslat, a következő néhány napban pedig várja gondolom az Alkotmánybizottság elnöke is, és az Alkotmánybizottság is a benyújtott módosító indítványokat, amelyekről a következő héten a bizottság mind előterjesztő döntéseket fog tudni hozni. Ennek nyomán lehet azt gondolom, hogy azt értékelni, hogy a vitában elhangzott, akár itt a plenáris ülésen, akár pedig a bizottságülésen elhangzottak felmerült kérdések tekintetében, miben és milyen módon sikerül-e, és ha igen, akkor milyen tartalommal kompromisszumos javaslatokat elfogadni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, képviselő úr. Az általános vitát lezárom. Emlékeztetem önöket, hogy az országgyűlés által tegnap elfogadott házszabálytól való eltérésének megfelelően a módosító javaslatokat 17-én pénteken 12 óráig lehet benyújtani. Tisztelt országgyűlés, mai ülésnapunk napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Megköszönöm munkájukat, az országgyűlés ülését reggel 8 órakor folytatjuk. Mai ülésnapot bezárom. Jó reggelt kívánok!
Azt igen, azt tudom. Akkor hagyjam is bent a soltészét? Jó.